csapat cigány paradicsomot szedett a határban, megjöttek a rendőrök, és akkor ők arra hivatkoztak, hogy ők nem tudták, hogy a paradicsomot nem szabad leszedni. Aztán elkaptak egy cigányt lopott fával, meg édességgel, 3-15 éves, jó szituált családba származó kislány bizsút lopott, 40 órára bent tartották őket, és mindez azért, mert a kormány elhatározta, hogy rendet tesz. Vége a tyúklopásoknak, vége a bizsulopásoknak. Hát az egyik pesti kislány pszichiátriára vitték, mert nem bírta a bezártságot. De nem is ez a lényeg, hanem volt egy újpestfradi horror. Ott voltak a rendőrök. Én például azt most már értem, hogy nem lehet paradicsomot lopni, tűzifát lopni, bizsút lopni, de lehet például letört székkel rohamrendőrt dobálni? Lehet. Abszolút biztos, hogy lehet. Lehet szétverni egy egész szektort? Lehet. Lehet kidönteni a rácsokat? Lehet kidönteni a kaput? Lehet. Lehet petelet bevinni mindkét tábornak, és lövöldözni, és működött előállítani, mint a háborúban lennének? Lehet. Egy biztos, vigyázni kell Marika néni tyúkjára, Béla bácsi uborkájára, a boltos bizsújára, ezt mind értem. De esetleg nem lehetne ezeket a kigyúrt, meg kövér, meg félmeztelen revet között elmebeteg vadállatokat esetleg elkapni, és 40 órára őket is bezárni, mint a bizsútolvaj kislányokat? Nem lehetne? Nem tudom egyébként, hogy kívja fel a belügyminiszter figyelmét a káros társadalmi jelenségekre. Ezúttal mondom, hogy nézessék már meg vele, ha másképp nem, videóról, hogy mi történt a Megyeri úton. Tyúkot nem lopunk, tűzifát nem lopunk, bizsút nem lopunk, rohamrendőr dobálhatunk, bonthatunk a stadionban. Én tudom, hogy macerásabb ezeket az elmebetegeket elkapni, de meg kéne próbálni. Van, ahol sikerült. Európa legtöbb országában például sikerült. Így Bécstől balra.